Sziasztok, srácok és lányok! Üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt legyünk egy újabb videóban. A videó elején szeretném megköszönni a csatorna tagoknak, hogy támogatják a csatornát, illetve a csatorna működését. Tényleg nagyon sokat segítetek nekem azzal, hogy folyamatosan támogatjátok a munkásságom, mint donétek, mint pedig csatorna tagság formájában. Övezzétek ki az előnyeit, és nagyon szépen köszönöm a támogatást. Most már annyian vagyunk, hogy igazából ugye a videó elején beolvasni a neveteket, illetve kiírni a neveteket is már egy kicsit necces, és hogyha nem haragszatok meg, akkor a neveteket nem fogom beolvasni egyenként, viszont igyekszem így a képernyőre ide vágni nektek, hogy kiférjen amennyire. Tudom, hogy tényleg baromira hálás vagyok, srácok vagyok nektek, hogy ennyien támogattok, illetve hogyha esetleg gondolkodtok azon, hogy szeretnétek csatornatagságot vásárolni, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, akár 200 forintért is tudtok csatornatagok lenni, ilyenkor kaptok Discordon is egy külön rangot, hogyha hozzá van társítva a Discordotok a YouTube-bal, úgyhogy srácok, lányok, nem is húznám tovább a szót, folytassuk is a videót, még egyszer nagyon szépen köszönöm, srácok, lányok, mindenkinek a támogatásokat. Sziasztok, srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennék egy újabb videóban, egy játék tesztelős per bemutató videóban. Megkaptam a TVN Manager szimulátort, hogy próbáljam ki, játszak vele, és én őszintén szokás szerint minden egyes ilyen videóban, amiben kipróbálunk játékokat, el fogom mondani a véleményemet, hogy szerintem milyen a játék, mennyire jó, mennyire élvezhető, illetőlegesen lesz is egy nyereményjáték, nincs más dolgotok, mint a komment szekcióban leírni, hogy szeretnétek jelentkezni a nyereményjátékra. Ebben a nyereményjátékban 10 eurót tudtok nyerni, nincs más dolgotok, mint dobni egy lájkot, dobni egy feliratkozást, ennyi. Dobsz egy lájkot, dobsz egy feliratkozást, és leírod a komment szekcióba, hogy miért szeretnél jelentkezni a nyereményjátékra. Nincs más dolgotok, ezt megtenni, nézni fogom, hogy a videó alatt mennyire pörögnek a lájkok, illetve a kommentek, és hogyha tényleg elérünk egy bizonyos mennyiségű számot, ki fogok sorsolni közöttetek 10 euró értékben egy ajándékutalvány Steamen, amit rögtön be foglak titeket jelölni, és el fogom küldeni nektek, természetesen erről csinálni fogok videót is, hogy legyen róla bizonyíték, hogy nem csak így a fellegekbe beszélek, hogy elküldöm az ajándékot. Úgyhogy ha szeretnétek ingyen 10 eurót nyerni, nincs más dolgotok, mint írjátok le a komment szekcióban, hogy szeretnétek jelentkezni a nyereményjátékra, dobjatok egy lájkot, dobjatok egy feliratkozást, és osszátok meg a videót, hogy minél több emberhez eljusson. Úgyhogy srácok, lányok, nem is húznám tovább a szót, vágjunk is bele. Ja igen, és azt elfelejtettem mondani egyébként, hogy magyar a játék, úgyhogy magyar lesz a játék, hírnév 1, Closed. Itt mutatja nekünk, hogy jöjjünk ide, nagyon jó. Zeva, meg kell néznem a másik oldalon. Rendben. Itt be tudok menni, azonban előbb el kell távolítanom a deszkákat. Tartsd lenyomva. Ja, hogy így. Aha. Értem, értem. Semmi bonyodalom, semmi bonyolultság. Remek, bejutottam, most körbe kell néznem, és ki kell találnom, hogy hogyan tudom kinyitni a főbejáratot. Itt aztán lesz mit takarítani. Mert ide nem nagyon fognak így vendégek jönni. Hol a főbejárat, ez lenne az, nem? Aha, tehát ez volt itt a probléma. Nagyszerű kilátás. Hát amúgy tényleg. Amúgy elég hangulatos. Én például nagyon szeretem az ilyen játékokat. Most nem csak sem az esetem, hogy feltakarít, csak egyébként majd a leírásban le fogom tenni nektek a játéknak a Steam-es oldalát, hogyha esetleg érdekel titeket, meg tudjátok vásárolni, és ezáltal a fejlesztőknek tudjátok jelezni, hogy általam vásároltátok meg, vagy általam tekintettétek meg ezt a linket, úgyhogy ha esetleg érdekel a játék, a leírásban található linkre kattintsatok rá. Fogadó kitakarítása, tarts tisztán a fogadót és takaríts fel időben, némely vendég elégedetlen lehet és akár is hagyhatja a fogadót. Nos, itt mocskos, igen, ezt már olvastuk. Eltakarítod a törmelékeket, ha rákattintasz a balegér gombbal. A padló lévő piszkot seprűvel lehet feltakarítani, nyissa meg az eszközkárat a tab lenyomásával, vagy a tartásával, és válassza ki a seprűt. Tehát különböző koszokhoz különböző eszközök vannak. Igen. Oké. Tehát tab, és ott a seprű. Tehát a törmelék felvételéhez balklik. Aha, nem tudom, valamiért azt... De valamik törmelékhez pedig azt írta, hogy jobb klikkel. Az ami lett. Ja, ezt kell seprűzni, gondolom.
Aha. Ezeket kell seprűzni. Nagyon jó. És hogy rakom el a seprűt? Ja, jobb klik. Bal klik. Ide kell megint a seprű. Ami csak így kíváncsiságban. Ha megnyomom a tabot és a kettest. Nem, azt így nem lehet. Ide is kell a seprű. Törmelék. Törmelék. Seprű, gondolom ide is az kell. Aha. Nagyon jó. Már jól megy a takarítás, már megy ez nekünk. Tapasztalatunk már ebben van. Igen. Igen. Úgy érzem, hogy sok ilyen szimulátorra fogunk játszani még a közeljövőben. Azonban ezt a nagy kupac szemetet nem tudom megmozdítani, talán a fogadóban találok valamit, amivel letakarhatom. Aha. És akkor ezek voltak ezek a kis párnák itt, amiket össze kellett nekünk gyűjteni. Nem véletlen voltak ezek itt szerte szétszórva. Mennyit kell ebből összegyűjteni? Takarj le a szemét kupacot, és akkor gondolom bal klik. Aha, bal klik. Bal klik. Bal klik, nagyon jó. Hát a legjobb módszer. Szemét van a házba, takar, de nem kell ezt feltakarítani. Minek azt? Most nem annyira kosztos a helyi, de nem tudtam elolvasni. Jó, hogy ezt így ki lehet nyitni. Úgy láttam, a légitől is innen rendezte az üzletet, rendelnem kell sört. Alapanyagok vásárlása. Ez a fogadó vezetői asztala. Szükséged van erre a fogadó irányításához. Töltsd fel az alapanyag készleteket, vásárolj bútorokat és dekorációkat. Rendeld meg a szükséges alapanyagokat az alapanyagok részen. A kosárba helyezéshez kattints az alapanyag alatt található plusz gombra. Ezután nyomja meg a szállítás gombot. Oké, és szállítás, alapanyagok, sör. És 50 kreditünk van, hát gondolom veszek egyet. Várj meg a szállítmánnyal teli szekeret. Szállítás, rendelés leadása után várja meg, amíg megérkezik a szekér az alapanyagokkal. Kattintson a bal egérgombbal az alapanyagokra az átvételhez, minden alapanyag automatikusan egy zsákba kerül. Vigye az alapanyag zsákot a raktárba, az alapanyagok automatikusan elérhetőek lesznek a megfelelő munkapontokon. Tartsa szemmel az alapanyagok mennyiségét és időben töltse fel készleteit. És honnan tudom, hogy időben töltsem fel a készleteimet. Igen. Tedd a megfelelő helyre, és akkor ezt valamilyen... Aha, ide kellett rakni. Bekukucskálás, aha. Javítsd meg a táblát. Táblát. Ja, értem. Ezt gondolom az utcanév, nem? Fú, ez... Ez micsoda? Ja, hogy így be lehet állítani... Hogy nézzen ki? Hát így. És ezt át lehet írni. A fogadó kinyitás és bezárása. Nyissa ki fogadóját, hogy a vendégek be tudjanak menni. Egyszerűen fordítsa a táblát el a táblával ellátott oszlopot, közelítse meg az apot, és nyomja le a balegér gombot. A táblát bármikor módosíthatja, ugyanakkor a fogadót bármikor bezárhatja, például ha ügyeket szeretne intézni, annak, hogy a vendégek elvonnák a figyelmét. Na, ez mondjuk egy jó dolog. Hát akkor pont ezt akartam mondani, hogyha esetleg a kommentbe tudtok egy jobb nevet, és szeretnétek még több részt ebből a játékból, akkor írjátok le a komment szekcióba, hogy mi legyen a neve a fogadónknak. Mennyit és hamarosan érkeznek a vendégek? Tehát így van megnyitva? Aha. Jó. Használat. Itt a rendelés elkészítése. Sikerült? Megszakítás. És nem sikerült.
Aha, good. Aha. Jaj, elfogyott a sör... Várj, várjatok, hát kell, több sör kell. Több sör kell. Alapanyagok. Több sör. Na, ameddig ez úton van, jött el azóta vendég. Ó, jön egy vendég. Oké, kosz van itt. Van-e még valahol kosz? Nem, semmiféleképp... Hoppá, ez nem volt itt, jó? Ezt nem láthat. Basszus, itt is kosz van. itt vagyok, hölgyem. Egy darab sört szeretnél, oké. Igen. Igen. Az előbb adtam oda. Előbb tedd le a tár... Tessék. Te is sört szeretnél. Jövök egy pillanatot kérek, és már is hozom a sörödet mindenféleképpen. Csak kisebb problémák akadtak. Állj meg! Nagyon jó, már is adom a sört. Tehát nem kell itt izé félned. Minden a legnagyobb rendben van. Tehát, hogy... jó. Igen, és akkor... De... Ja, bal klikkel kell mindenféleképpen letenni. Nagyon jó, te is sört szeretnél. Hát én addig nem fogok sört. Vendégek kiszolgálása, a pénzkeresés, vendégeteknek leadott lenni, és különböző munkapontokat... Igen. Ne felejtsd el, hogy az egy vendég után jól van, értettem. Igenis. Aj! Nagyon jó. Hát azért csinálj még egy kicsit mindenféleképpen többet. Nagyon jó, szerintem így egyelőre akkor ennyi elég is lesz. Sört kassz mindenféleképpen, és akkor ezt hova kell tenni? Aha, mosásba tenni. Elvileg oda raktuk. Mocsok az asztalon, néha a vendégek összemocskák az asztalt, a mocskos és igen. Így van. Katizs az asztal és tartsa nyomva a bal gombot a mocsok eltávolításához. Ezt ott feltakarítjuk. Aha. Értem. Te is egy darab sört szeretnél, egy pillanatot kérek, és akkor már is hozom neked a sörödet. Tessék, egészségedre váljék. És akkor mi ezt itt el tudjuk most. Nincs tiszta vízünk, itt azt mondja, hogy nincs tiszta víz. Hát azt nem is értem, hogy miért nincs. Te is egy darab sört szeretnél, hát akkor már is viszem itt neked. Tessék, és akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt vásároltál nálam. Ezt hozzuk is ide. És akkor letakarítjuk az asztalt. Nagyon jó. Csak úgy kész is van. Közben itt öntöm a sört, hogy ne ezzel legyen a probléma a későbbiekben. Közben kifogytunk a sörből, úgyhogy amint odaadom az úriembernek a sört. Tessék, itt van mindenféleképpen a söröd. Már is rendelem meg a következő adagot. Ugye azt itt kellett berendelni. Szállítás, alapanyagok, és akkor víz. Piszkos egyek és egy vödör víz megszerzés kútra van szükséged. Fogja meg a kút fogantyúját a balegérgem segítségével, forgassa a kút fogantyúját a vödör kiemeléshez. Vigye a vödöt, vizet, aha, jó. Először is most várunk egy kicsit, mert sörre van szükségünk. Nem fogom tudni kiszolgálni az adott illetőt. Egy pillanatot kérek, jó? Tehát, hogy be kéne zárnom szerintem az üzletet. Mert nem lesz tiszta edény. Pillanatot kérek, bezárjuk gyors az üzletet. Nem tudom, hogy ilyenkor a... Ők ilyenkor elmennek? Már is jövök, egy pillanatot kérek szépen, csak közben megjött itt a futár. Köszönöm szépen, már itt szomjasak a vendégek, és egyszer már ez elképesztő. Tehát olyan nagy tempóban jön az üzlet, hogy... Pfú, nem is értem. Jó, állj! Nagyon jó, ugye kettő sör kellett nekünk, tehát annyira van szükségünk. Nagyon jó, és akkor már is... Jaj, ezt le kell rakni, mert koszos cucc van nálunk. Jó, és akkor egy, és akkor kettő, és akkor ennek nagyon örülünk. Közben nekünk elméletileg ide kellett jönni a kúthoz.
Igen. Vagy micsoda? Wow. Igen, és akkor kapunk ilyenkor vizet. Igen. Aha, és akkor most már van vízünk mosogatni. Új küldetés, mosd el a piszkos edényeket. Piszkos edények, ha elfogynak az edények, nem tud új rendelést elkészíteni. Figyelj a tiszta edények mennyiségét, és rendszeresen mosd el a piszkos edényeket. Tartsd meg a blogjának az edényes, hogy igen. Jó. Nagyon jó. Akkor igazából ki is nyithatjuk. Ki is nyithatjuk az üzletünket. Itt annyi probléma adódott. Jó. Tökéletes. El kell mosni. Igazából ennyi történik. Igen. Aha. Egy. Mint a valóságban, érted? Még nem tudom milyen a... Persze tudom milyen a valóságban mosogatni, de ugye nekünk itt ennyi elektromos cucc van. Ami elmossa ezeket. Igen. Minden tiszta. Hírnév, a hírnév szeresen szolgáljon ki vendégeket. A fogadó fejlesztése, ez jó hírnévre van szüksége. Minél több vendéget szolgál ki, annál híresebb lesz a fogadója. Törekedjen a jó minőségű megrendelések elkészítésére. A megrendelés minősége befolyásolja a megszerzett hírnevet. A tökéletes megrendelés borra, megrendelésed borra valót is kapsz, viszont a rossz minőségű rendelésnél elveszti... Hogy mi? Aha, tehát elveszítünk a hírnevünkbe, hogyha rossz minőségű a megrendelésünk. Aha. Aha, és akkor kossz az ugyanúgy lesz és van. Hogy tűnik jönnek vendégek? Én tudtam, hogy nem vagyunk nyitva. Jó, egy darab sört szeretne. Már is adom mindenféleképpen. Jaj, nem ezt akartam. Tessék, és akkor... És akkor elvileg most nyitva vagyunk. Már is adom az úriembernek a... Igen, már is adom. Ja, nincsen sör, amit adjak neked. Akkor egy pillanatot kérek. Így van. Tessék. És akkor ezt ide megy is szépen a mosogatóban. Ugye ez fogadó fejlesztés, amikor a hírnev eléri egy szintet, fejleszteti a fogadót, ha van elegendő pénz és megfelel a feltételeknek. A fejlesztések új tartalmakat oldanak fel, például új terek, munkapontok, dekorációk és bútorok. Egyéb fejlesztések növelik a termelékenységet. Ez viszont egy nagyon jó dolog. Ez viszont egy nagyon jó dolog. Oké, és az kész van. Közel jött a sörünk, azt be is visszük akkor. Nagyon jó, le is tesszük. Ő még itt nyomja neki. Vásárol egy új fogadó szintet. Fejlesztés. Fogadó szint 2-es, ez ugye az 50-be kerül. Fogadó bővítés, új ügyfelek, új bútor, új dekoráció. Aha. Mert akkor állokoljuk ki, és akkor kaptunk egy szemetest, aha. Amúgy nem rossz. Nem rossz, nem rossz. Most már kidobhatja a rosszul elkészített ételeket, így nem kell felszolgálni a vendégeknek, és megőrizheti a hírnevét. Menjen a szemeteshez, és tartsa lenyomva a balegér gombot. Már is, hol volt a szemetes? Hol volt a szemetes? Nem tudom, hogy hol volt a szemetes. Sört szeretnél, igaz? De nem tudom, hogy hova rakta a szemetest a játék. Jó. Csinálok még azért egy pár sört. Hogy ezzel a... Na. Későbbiekben ne legyen probléma. Hova rakta a szemetest? Itt van. Hát ő biztos. Nem tudom, hogy ennek haszna volt-e, mert csak elköltöttem rá feleslegesen a pénzt.
De mit én ezt meghúztam volna, nem? Most akkor elvileg nyitva vagyunk. Már is hozom a sört. Tessék. Az az illető az idejön, vagy csak keresztül megy? Szerintem csak keresztül megy. Takarítani látszólagosan egyelőre nem kell. Oda is adta a pénzt. Hát addig szépen elmegyünk mosogatni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Szerintem mosogassunk. Addig is telik az idő. Addig is valószínűleg jönnek új vendégek. Teljesen nyúl állunk. Éjszaka kevesebb a vendég, ha szeretné bezártja volt és reggelig lefeküdtet, vagy akár élvezze ki a csendet, használja az ágyat az irodában. Aha. Tehát akkor... Most ez miért fordítva pörög? Mindegy, jött pont egy vendég, de akkor lefekszünk szerintem. Az lesz itt a fő dolog. Hát valószínűleg sört kész, mert csak sör van nálunk, úgyhogy... ezt nem volt nehéz kitalálni. Itt a lányomok mindig a legelsőre, hogy hát ilyenkor növeli a fogadónknak a hírnevét. Nem tudom, hogy ez hogy működik. Ha ilyenkor alszok, hogy vendégon úgy enged aludni? Igen. És zárd be a fogadót. Akkor bezárjuk a fogadót. Jó, most be is zárt, így van, mert azt írja, hogy a kinyitáshoz kell elforgatnunk. És akkor megvárjuk még az adott illetét, most szépen ezt befejezi. És akkor el is indult a reggelünk. Elméleti sika, már valannyi pénzünk, hogy fejlesszük a fogadót. Fogadó level 2. Új küldetés. Pókhálózni is lassan le kéne amúgy. Új küldetés. Fedezd fel a fogadót. Ide tudok új bútorokat rakni a vendégeknek. Bútorok több így fel... Igen. A bútorok akkor jelennek meg a készletben, amikor azt beviszi a raktárba. Nyisse meg a készletet tab, vagy az i segítségével, és válassza ki az elhelyezni kívánt bútorokat, helyezze egy szabad helyre, ami a bútoroknak van fenntartva. Ha egy társaság érkezik hozzá, akkor egy külön asztalhoz akarnak majd ülni, győződj meg róla, hogy a megfelelő asztalokkal rendelkezik. Pároknak egy kétszemélyes asztalra van szükségük. 3-4 főre 4 személyes asztalra lesz szükséged. A pulton csak egyedülállók ülnek. Ha. És akkor megnézzük, hogyan tudunk bútorokat vásárolni. 35-be kerül egy ilyen bútor. Szerintem akkor meg is vesszük. És akkor a többi pénz pedig ugye egyértelműen a sörökre. Hopp. És hogyha elrontam, akkor mi történik? Mert most az előbb azt hiszem elrontottam. 3 sörünk van. Ezt ilyenkor ide le kell rakni. Igen. Jó napot kívánok, szép napokat önnek. Igen, az egész királyságban az én fogadom lesz a legjobb, hát ez eléggé egyértelmű. És akkor... ja, még nem jött meg a szekér, meg gondolom azt is szekérrel hozzák? Így van, azt is szekérrel hozzák. Nagyon jó, és akkor ezt is ide be kell tennünk. Aha. T betű. Bútorok. És letevés. Hát ez a bútor jelenleg legyen mondjuk itt. Már is itt vagyok. Jövök egy pillanatot, kérek. Dekoráció. Szabadon díszíteti a fogadót, falakat, padlót, asztalokat. Rendeljen dekorációt a fogadó vezetői asztalának speciális részében. Dekoráció. Nyissa meg a készletet a tab, vagy az is segítség, és válassza ki elhelyezni kívánt dekorációit. A játék előre haladtával új dekorációk válnak elérhetővé. Ez amúgy nagyon fasza. Igen, közben itt várakoznak ránk, úgyhogy mindenféleképpen sietnünk kell, még mielőtt itt az adott illető elmegy. Szép napot kívánok, és akkor már is adom a sört, amit szeretnél. Nagyon szépen köszönöm, hogy nálunk vásárolt. Jó napot kívánok, mintha az előbb láttalak volna itt, de semmi baj, örülök, hogy visszajöttél. Itt is van az úgynevezett söröt, közben is a következő vendég, úgyhogy nincsen sörünk. Az probléma. Na, az gond. Szállítás. Egy olyan 10-et azért, hogy látom, akkor viszont érdem. Viszont 10 az 50-be került. Ijjajajajajajaj. Már is beszélgettünk vele.
Hát jelenleg nem tudok neked sört adni, úgyhogy hát addig is mosogatunk viszont. Addig is mosogatunk, mert hát nem nagyon tudunk mit csinálni. A víz az nem tudom mennyi, hát mutatja, hogy mennyi ideig elég, ott van ilyen kis karika. Már is. Intézem. Szerencsére, hogy látom a szekér az... azt hittem, már elment az emberünk, de nem. Már is hozom a sört egy pillanat, csak hát kifogytunk, mert akkora forgalom van, hogy hát megmondom az őszintét, erre még én sem nagyon számítottam, hát ezt elrontottam, de ha elrontod, akkor úgy látszik, hogy amúgy nem vonja le. Már is adom, hölgyem, sajnálom, hogy megvárattam önt. Nem, tényleg nem szándékos volt itt a dolog. Egyedül dolgozom itt, aztán ez egy kicsit így mindenféleképpen nehéz. Jó napot kívánok, és akkor önöknek pedig 2 darab sör lesz, már is hozom. Hoppá, ezt megint elrontottam. Közben csinálgatok előre pár sört. Mert most nagyon sok vendég jött így hirtelenjébe, úgyhogy... csináltunk egy perfektet, gyerekek. Azért az egy elég szép, és ilyenkor, ahogy látom, a sör egyébként így villog az asztalon. Ez viszonylag új dolog, tehát gondolom, hogyha perfektet csinálunk, akkor több hírnevet kapunk esetleg? Valami ilyesmit tudok elképzelni. Nagyon megindultak a vendégek, valami eszméletlen módon jönnek-mennek. Közben lassan kifogyunk még a vízből is. Jó, hát addig is mindenféleképpen mosogatunk, hogy az új vendégeknek ne legyen az, hogy nem lesz majd korsójuk. Úgyhogy ebbe bele kell húzni. Nagyon jó. Ők ott el vannak. Ők ott mire várnak kint? Mi történik itt? Aha, tehát 2 személyes asztalt szeretne, és nincs 2 személyes asztal jelenleg. Aha, értem itt a probléma. Már is rendelek akkor egy 2 személyes asztalt, mert annyi vendég érkezik, hogy nem tudjuk tartani egyszerűen az iramot, de mi nem tudjuk, még nem tudjuk. Most már viszont tudjuk, mert most már van annyi pénzünk, úgyhogy ezt gyorsan akkor meg is vesszük. Bútorok. Egy 2 személyes asztal mindenféleképpen jöhet is. Sörünk akkor még egyelőre van, tehát azt nem kell rendelni szerencsére. 5 sört tudunk kiszolgálni, ahogy látom. Viszont azt is kell rendelnünk, sört is, hogyha ilyen ütemben érkeznek a vendégeink. Úgyhogy szerintem annak itt neki is állunk mindenféleképpen akkor a rendelésének. Akkor egy csillingelnek, hogy már jön is az újabb vevő. Hogy ilyenkor még nem tudunk vásárolni, mert éppen fuvarunk van. Jó, akkor ezt itt le is töröljük gyorsan. Így is van. Nagyon jó, és akkor megyünk is ide, és akkor jó napot kívánok, te ezt szeretnéd. Jó napot kívánok, te ezt szeretnéd. Már is akkor 2 sört hozok is a 2 úri hölgynek. Nagyon jó. És akkor visszük is nekik a söröket, tehát a koszos, az emlélem nem, hogy a koszos mellett hoztam, elvileg, akkor lehet így is, tehát nem muszáj nekem lerakni egyből, hanem már 4 van, azt viszont lehet, hogy nem ártana elmosni. A szállítmány megérkezett, már is nézem egy pillanat, remélem amúgy a szállítmány az nem tud elmenni ilyenkor. Az előbb még 4-et mutatott, az csak 2-t mostam el egyébként. Jó, köszi szépen a szállítmányt is. Nagyon szépen köszönöm, hatalmas pacsi neked, zacsi pacsi, meg ilyenek. És akkor T betű, bútorok, megszerzés, és akkor ide le is tudjuk akár akkor rakni. És így még több bevő tud érkezni. Jó, ezeket itt szépen összesöpörjük, hogy ezzel itt ne legyen semmiféle probléma. Remek, vízünk van, már annyira nem sok egyébként. Ott hagyták a pénzt, azért megyünk is akkor. Nagyon jó. Az asztalt azt mindenféleképpen le kell törölnünk. Ez most megy a mosogatóba. Ők szeretnének 2 darab sört. És akkor jó napot, szia, neked ez kell. Fel is veszem akkor a rendelést. Ugye csak sört állunk, tehát hogy itt nagyon más nem nagyon tudnak venni, csak sört. Jó, hogy a zöldbe is el lehet még itt találni. Aha. Tehát az is, hogyha zöld az, amit dukál. Nagyon jó. Tessék, söröcske. Jó napot kívánok, te is sört szeretnél. Hát akkor már is adom, tessék neked. És akkor köze itt
ahogy látom, kifogyóba vagyunk a sörből, problémák adódtak, semmi baj, hát akkor be is rendelünk itt 5 darab sört, mindenféleképpen. Ide jövünk, fejlesztés, level 3, ez 100-ba kerül, de nem tudjuk egyszer megvenni valamilyen oknál fogva. Ja, mert hogy ezen belül az előző szint szükséges, aha. Asztal a maradékoknak. Ülőhely a pultnál. És akkor asztal a maradékoknak, az nem tudom mire jó. Azok, akik nem tudnak annyit fizetni, azok például ingyen kapnak ilyenkor kaját. Ezt tudom elképzelni. Asztal készételeknek. Most már készételeket is lehet itt rakni, így például a fontosabb rendelést fel tud rakni a tárcára, majd visszatért az asztalhoz egy más készletért. A készletek nem romlanak egy, bármikor visszatértük, amikor csak akar. Ha. Ez azt nézem, hogy fejlesztésnél raktárbővítés az 50-be kerül, aha. ...45-ünk van, hát holnapi napra viszont sört szerintem kell rendelni mindenféleképpen. Maxoljuk ki szerintem. Szerintem maxoljuk ki. Igen, maxoljuk ki. Folyamatban van itt a történés. És akkor addig is dobunk egy szunyát szerintem. Igen, szeretnék reggelig aludni. A szállítás úton van. Hát addig is szépen elkezdjük lecsapolni itt a söröket. Addig sem lesz az egy probléma. Közben... Ja, közben ki kéne nyitni az üzletünket. Mert az megzárva. Így, azt ki is nyitjuk. És akkor megyünk is a szekérhez, ami tartalmazza a söröket, amiket ki fogunk szolgálni. Nagyon jó. Köszöntöm szépen. És akkor itt a söröket szépen is kezdem. Le... csapolni. Hoppát, azt elrontottuk, hát ezt sajnálom. Ilyenkor azt meg lehet-e oldani? Biztos nem lehet rakni? Letesz. Aha. Tökéletes. Aha, és akkor itt van a kiborított törtet, amit szerintem fel kell seprűzni. Igen, a kiöntött dolgot az felszokás seprűzni általában. Nem is értem, mi ezzel a probléma. Na közben, hogy látom, érkeztek ide ketten is. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. És ugye mind a ketten sört szeretnének a hölgyek, ahogy látom. Már is hozzuk itt nekik. Ugye a rossz sört azt direkt kiöntöttem, hogy én rossz sört nem fogok kiszolgálni a vevőimnek, tehát hogy semmiféleképpen. Ez nem az a hely. Hogy láttam, ők is ketten érkeztek ide. Nagyon jó. Elgondolkodtak egy kicsit a leülésen, de hát nincs ezzel semmi probléma. Megnézték, hogy van-e szög esetleg a széken. Biztos ez egy olyan környék, ahol esetleg ez megszokott. Hát ez én báromba. Vagy fogadomba, bocsánat, semmiféleképpen nem. Aha, ők is kette jönnek, ahogy látom, úgyhogy itt nekiállok söröket leszűrni. Hát ez sajnos ez a good lett. Mindenféleképpen perfektet szeretnék kiszolgálni nekik. Ők nem tudnak leülni, mert ők jelenleg várakoznak ott kint. Hát kosztos asztal semmiképpen ne üljenek le, úgyhogy most már be is tudnak jönni, nagyon jó. Ezek akkor szépen mennek a mosogatóba, és akkor folytatjuk a sörök viszont leszűrését, és kell rendelnünk még sört viszont, ahogy azt látom. Már is jövök, és hallgatom meg az urakat. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok önnek is! Jaj, közben így mennek a vevők, már ez így túl sok egyszerre, tehát hogy ez így nagyon-nagyon sok lesz. Rendben, megy a mosogatóba, mindenféleképpen
Szia, neked pedig egy darab sör lesz, ha jól értelmezem. Akkor te kapsz egyet, te pedig kapsz kettőt. És még kettő sörünk van, úgyhogy nekünk még rendelni kell sört. Úgyhogy már is nekiállunk itt a rendelésnek. Ilyen ötöt berendelünk. Fejlesztés, az pedig 50-be fog majd kerülni, itt a készletfejlesztés. Oké, és azt viszont akkor észbe tartjuk, de hát addig is, hát mondjuk nem tudunk már több sört rendelni. Nektek pedig kettő kell, jó napot kívánok, hogy látom az úriembernek befont haja van? Ez nem rasta szerintem. Jó. Már is hozzuk neki itt a söröket. Egy, kettő. Tessék. Köszönöm szépen a pénzt. Le is tesszük. Szép napot kívánok önnek. Már is hozom neked a sört. Új szintet éltünk el, hírnév 4-esek vagyunk. Közben, ahogy látom. Nagyon jó. Ők ott iszogatnak. Addig mi nekiállunk mosogatni. Sőt, nem állunk neki mosogatni, mert megjött közben itt a fuvarunk. Nagyon jó. Igen. És akkor most állunk viszont neki mosogatni. Remek. Egyébként általában streamelni szoktam az ilyen játékokat, és utána mondok róla véleményt, viszont úgy gondolom, hogy ha videóban nézzük meg, és próbáljuk el a játékokat, és úgy mondok róla véleményt, azzal sincsen semmi probléma. Úgyhogy szerintem jól van ez így is. Nagyon jó. Jó, a mosatlan az mehet is a szokásos helyére, és akkor nekiállunk szépen leszűrögetni söröket. Remélhetőleg perfekt söröket, mert hát azért nem adhatunk rossz minőségű sört, értitek? Itt az ügyfeleinknek, semmiféleképpen. Egyenesen tökéletes. Szó szerint tökéletes, mert hogy perfekt. Nagyon jó. Egy pillanat, hölgyem. Csak beszélek itt az úriemberekkel, ők már egy ideje azért itt várnak. Azt hiszem, már is hozom a sört, és akkor ön is egy sört szeretne, és akkor három sör már is rendel. Egy, kettő, egyenesen tökéletes. Lábnyomokat nem véltem felfedezni, porcicákat sehol nem vélek felfedezni. Illetve még a víz is egyelőre jó, úgyhogy egyenesen tökéletesek vagyunk. Mosogatásra fel. Kész is vagyunk, és akkor már is jött is a következő vevőnk. Jó napot kívánok! Már is adom önnek akkor a sörét, illetőlegesen rendelnünk kell még azért söröket, mert ahogy látom, ez így nem feltétlenül a legjobb, fejlesztésbe pedig ezt meg is vesszük, és akkor a serpenyő szakács kedvenc fegyvere, az is 50-be fog majd kerülni, közben itt felszedjük a pénzeket. Nagyon jó, és akkor ezeket vihetjük is be. Közben a következő soradag az már úton van. Szállítmány az még érkezik, tehát az még nincs itt. Addig is beszélünk velük. Addig is húzzuk az időt. Feltartjuk itt őket. Jó. Ezt pedig itt letakarítjuk. Mindenféleképpen már koszos. Egyenesen tökéletes. Mehet is a mosogatóba. Közben jött is a szállítmány. Hú, azért a játék egy idő után nagyon bepörög. Egy esti időkben amúgy annyira nem, de ilyenkor daytime, fú, azért. Azért ilyenkor bepörög. Igen. Már is hozom mindjárt a söröket, egy pillanatot kérek, hölgyeim és uraim. Nem tudom, hogy lehet-e majd ide dolgozókat esetleg felvenni, hogy ilyen automata legyen a történet, vagy mindenféleképpen nekünk kell kiszolgálni. Ez a későbbiekben kiderül. Jó, és akkor 1, 2, 3, 4, már is hozom, 1, 2, ők pedig ott várakoznak, mert nem tudnak jelenleg jönni. Addig is leszűrjük itt az újabb, opa, ez egy gold, good lett, semmi baj, perfect, hát ez is egy good lett, aj, ez meg egy bad lett, perfect. Áj! Hát ezeket most elrontottuk. Ezeket sajnálatos módon most itt elrontottuk. Tehát itt nincs mese. Ez itt sajnos ténylegesen
ténylegesen megtörtént. Igen, hát azt a rossz sört, ezt semmiképpen nem fogjuk odaadni a vevőknek, tehát ezt most mondom. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Ugye ezt itt le kell takarítanunk, mert ide fikáznak, amikor sört isznak. Nem tudom, hogy ez hogy lehetséges, vagy miért lehetséges, de megtörténik. Itt kicsit mosogatnunk is kell, ahogy látom, mert nem nagyon lesz mit adni az embereknek, úgyhogy ennek itt szépen nekiállunk. Itt hatot mutat. Mindegy. Közben jött itt négy új vevőnk. Vagy hogy is mondjam... nem is tudom, hogy fogalmazzam, vevőnk. Hát lényegében a vevőnk, nem? Vagy ebbe a korban ilyenkor máshogy hívták esetlegesen őket? Nem tudom. Tessék, tessék. Elvezétek. Használjátok egészséggel. Sörünk viszont nincs, úgyhogy rendelnünk kell sört mindenféleképpen. Na minden srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha tetszett ez a videó, mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha mi nem tettétek meg, és ne felejtsétek el, pörög egy nyereményjáték, a videó alá írjatok egy kommentet, hogy szeretnétek részt venni a nyereményjátékon, dobjatok egy feliratkozást, dobjatok egy lájkot, egy kommentet, és osszátok meg a videót, hogy minél több emberhez eljusson, írjátok le a véleményeteket a játékon, nektek tetszik-e, illetve ha esetleg meg szeretnétek vásárolni, a leírásra megtaláljátok a játékhoz a linket, ha érdekel, csekkoljátok le, így a fejlesztők látják, hogy rajtam keresztül találtatok rá a játékra. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha esetleg szeretnétek folytatást a játékból, vagy szeretnétek, hogy játsszak vele streamekbe, vagy így folytassam, mint a videósorozat, mindenféleképpen jelezzétek a komment szekcióba. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a játékfejlesztőknek pedig nagyon szépen köszönöm a játékot. Nekem nagyon tetszik, én szeretnék még vele játszani, de kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek, úgyhogy sziasztok!